Szervusz, Fekete Kis Sándor vagyok, a hangdala énekmestere, boldog húsvétot. Ez egy rendkívüli kiadás, ez a 103. Ez tulajdonképpen ne tekintsd vallásnak, vagy vallásos irodalomnak, tekintsd ezt úgy, hogy ez egy, ez egy szöveg, ez egy irodalmi alkotás az ókorból. Ha hívő vagy, ha szereted ezeket a dolgokat, akkor meg ennek külön örülni fogsz de hanem akkor is, mert az ókornak a szellemisége, az ókornak a lelkisége minden egyes szavából ennek a szövegnek árad. És ez a szöveg, ez a kincs nem más, mint az aranyszájú Szent János húsvéti hittanító beszéde. Mondom, ez majdnem 2000 éves, tehát ez nem akármi. Talán 1600 éves, 1700 éves, ilyesmi lesz, igen. Itt meg fogod érezni, hogy hogyan gondolkodtak azok az emberek én emlékszem, annak idején a Szent István vettem egy könyvet, a Ratzinger bíboros, aki pápa is volt egy ideig, meg Kár Ráner, meg valaki más még, írtak egy könyvet a szeretetről. Hát most komolyan mondom, kinyitottam azt a könyvet, és egy szót nem lehetett belőle érteni. Tehát teljesen érthetetlen volt. Ezzel szemben ezek az egyházatják úgy tudtak beszélni, és úgy tudták megalkotni az egyházi gondolkodást, vagy teológiát, vagy narratívát, hogy közben a takarító nő is megértette, meg a portás, meg mindenki, meg a szamárvezető fiú, meg a libapászol is megértette. Tehát mindenki megértette azt, amit mondtak, mert ők még képesek voltak a szív a szeretet nyelvén beszélni. Ez egy csodálatos dolog. Ez fogod, azért olvasom ezt fel, hogy megérezzük, hogy ez milyen. Szentatyánk aranyszájú János Konstantinápoly érsekének hittanító beszéde Krisztus Istenünk dicsőséges és üdvösséges feltámadásának szent és fényhozó napján. Aki jámbor és Isten szerető, élvezze ezt a szép és derűs ünnepséget. Aki hálás szolga, örvendezve lépjen be az ő urának örömébe. Aki a bőtölésben megfáradt, élvezze most a jutalmát aki az első órától munkálkodott, nyerje el ma igazságos bérét. Aki a harmadik után jött, hálásan ünnepeljen. Aki a hatodik után érkezett, egyáltalán ne kételkedjék, mert semmiben nem károsodik meg. Aki a kilencedik óráig késlekedett, jöjjön, egyáltalán ne habozzék. Aki csak a tizenegyedikben érkezett, az se féljen késlekedése miatt, mert bőkező az Úr, az utolsót épp úgy fogadja, mint az elsőt, a 11. órában érkezettet épp úgy megpihenteti, mint azt, aki az elsőtől fogva dolgozott. A későbbit is kegyelmébe fogadja, és az elsőt is megbecsüli. Annak is ad, ezt is megajándékozza. A cselekedeteit is elfogadja, és a szándékait is üdvözli. A munkáját is megbecsüli és az elhatározását is megdicséri. Lépjetek hát be mindannyian a mi urunk örömébe. Elsők és másodikok, élvezzétek jutalmatokat. Gazdagok és szegények, együtt újongjatok. Mértékletesek és könnyelműek, tiszteljétek ezt a napot. Akik bőtöltetek, és akik nem bőtöltetek, vigadjatok ma. Tele az asztal, topzodjatok valamennyien. Sok a bor jó, senki ne távozzék éhesen. Mindannyian élvezzétek a hit lakomáját! Mindannyian élvezzétek a jóság bőségét! Senki se siránkozzék szegénysége miatt, hiszen megjelent a közösség országa! Senki se bánkodjék védkezései miatt, hiszen bűnbocsánat kelt ki a sírból! Senki se féljen a haláltól, hiszen megszabadított minket tőle az üdvözítő halála! Eltörölte azt, amikor alávetette neki magát. Leigázta az alvilágot az, aki alászállt az alvilágba. Megkeserítette azt, amikor megizleltette vele az ő testét. És ezt látván előre Ézaiás így kiáltott fel. Az alvilág úgymond megkeserült, amikor ott lent találkozott veled. Megkeserült és megrontatott. Megkeserült és megcsúfoltatott. Megkeserült és megöletett megkeserült és megsemmisült, megkeserült és megbilincseltetett. Testet ragadott meg, és Isten talált. Földet ragadott meg, és a mennyel került szembe. Olyat ragadott meg, amit látott, és oda hullott alá, ahonnan nem látott. Ó halál, hol van a -e te fullánkod? Alvilág, hol van a -e te győzelmed? Feltámad Krisztus, és te meghódultál. Feltámad Krisztus, és lehullottak a démonok. Feltámad Krisztus, és örvendeznek az angyalok. Feltámad Krisztus, és az élet uralkodik. Feltámad Krisztus, és senki halott nincs a sírban, mert feltámadván Krisztus a halottaiból első zsengévé lett az elhunytak közül. Övé a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké. Ámmin. Christus فتام اطلاعاتی بول حالا Szeiz, mert vég, szmer, fűsz, verj, popráv, és szó, sivagra, Begsívott, páróval. Belbúcscsúzó, fekete kishandol voltam a hang darai énekere. Tiztos feltámadt.